Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a MOL eddig bírta. A MOL NRT elnök vezérigazgatója így fogalmazott a legutóbbi kormányinfón az üzemanyag helyzettel kapcsolatban. Hernádi Zsolt hozzátette, jelezniük kellett a kormánynak, hogyha minden így marad, nem tudják biztosítani az ország ellátását. Ezt alátámasztva osztott meg néhány adatot a sajtó képviselőivel. Idén eddig 2,2 milliárd liter üzemanyagot adtunk el, tavaly 1,5 milliárdot, ennek 45%-a maga az idei értékesítésünk. Az utóbbi hét napban több mint 50 millió liter üzemanyagot értékesítettünk. Ez önmagában 60%-kal haladja meg az egy évvel korábbi forgalmat. Ha csak a benzint tankolókat nézzük, az elmúlt napok forgalma közel duplája volt az előző évinek, emelte ki Hernádi Zsolt. Csak a múlt héten 2,2 millió vásárlót szolgáltak ki. Válaszul az olaj- és gázipari vállalat kérésére a kormány eltörölte a benzinástoppot. Ezt Gulyás Gergely jelentette be. A brüsszeli szankciók eredménye az, hogy a 480 forintos benzinárat már nem tudjuk az ország benzinkutyain a magyar családoknak a továbbiakban biztosítani. A kőolaj szankciók hatályba lépése után két nappal, ezért a kormány a MOL javaslatát megfogadva a benzinárstoppot megszünteti. A MOL-t pedig felkérjük arra, hogyha szükséges, akár a drágább Brent olajból származó üzemanyagimport megszervezésével is biztosítsa az ország teljes körű üzemanyagellátását. Megkérdeztük a pécsieket, mi a véleményük, illetve gondot jelent-e számukra az intézkedés. Én nem igazán örülök neki, én ugye minden nap autóval jártam dolgozni, de most akkor sajnos le kell tennem és busszal kell mennem, úgyhogy engem ennyibe érint a dolog egyébként, nagyon máshol nem közlekedtem autóval. Akinek szüksége van a gépjárműjére, egészen biztos, hogy továbbra is ugyanúgy is ez várható volt, ez idők, napok, órák kérdése volt. A legtöbb benzinkúton már messziről látható, hogy nem az eddig megszokott 480 forintos ár olvasható a táblákon. Jelenleg a benzin esetében 641, míg a dízel esetében 699 forint a piaci ár literenként.